Konyhakéssel a kezében fenyegetőzött, hogy leszúrja a rendőrt. Egyre nő a bűnözés. Balta és boszót vágó van nála. Két helyre akart betörni. De eljön az idő. Figyelem minden egységnek. És jönnek a rohamjárőrök. Le a földre! Gyalog menekül! Elkísérjük Nyugat Yorkshire elit csapatát. Ott marad! Autós üldözés test közelből. Ütközés, vétel! Bevetik a kommandós egységet. Fel a kezekkel! És fentről a mindent látó szemet. Gyalog menekülnek. Első sorból követjük a bűnözés elleni harcot. Le a földre! Ez itt a rohamjárőrök. És ezért kapjuk a fizetésünket. Igen. A mai részben. Hagyjon! Mit csinál? Kérem a kezét. Mit csinál? Tényleg, mit művel? Egy mozgalmas éjszaka Leedsben. Jöjjön ide! Hazug! Egy ittas sofőr veszélybe sodor egy tisztet. Ne kezdje! És? Tovább folytatja a South Hill lénen. Egy nagysebességű üldözés Wakefielden át. Megpróbálok elé kerülni és kidobni a tüskét. Rohamjárőrök. Emelje fel a kezét, vagy jön a sokkoló! Ne küzdjön! Nézze, ismerem a jogaimat. Az a joga, hogy beüljön ide, különben berakom. A rohamjárőröket nem fogadják mindig örömmel. Ne álljon ellen! Ne küzdjön! Megjegyeztem az arcát. Nyugat Yorkshire-ben kockázatos zsarúnak lenni. Elég veszélyes. Biztos, hogy rosszabb, mint amikor kezdtem. Ahol járőrözünk, elég kemény környék. Nagyon oda kell figyelni. Hiszen fenyegettek már meg késsel, ütöttek meg baseballütővel. Volt, akik kalapáccsal jött nekem, szóval szerintem egyes emberek manapság nem nagyon tisztelik a rendőröket. Kezdődik a hétvége, és Dan Robson és Tom Power járőrök megkezdik a munkájukat. Sokan mennek el szórakozni péntek este. Egész héten dolgoznak, ilyenkor eresztik ki a gőzt. Leeds központja teli van, és megszaporodnak az ittas vezetők. Meglátjuk, találunk-e valami érdekeset itt. Az este nagy része békésen telik. De éjfél után egy órával megállítanak egy kocsit, ami ide-oda kacsázik az úton. Minden rendben? Állítsa le a motort. Szálljon ki, kérem, és adja oda a kulcsot. Köszönöm. Elnézést. Nos, uram, ki a kocsi? Az anyámé, az anyámé. Az anyja kocsia? Ivott ma este, uram? Korábban két pohárral. Érzem magán, hogy ivott alkoholt. Amíg Dan előveszi a szondát, a sofőr megpróbál kiszállni, hogy beszéljen a barátnőjével. Kérem, menjen innen! Csukja be az ajtót! Csak beszélgettünk. Ez nem a legjobb időpont erre. Zárd be újra! Fújja meg! Egy kicsit erősebben. Szuper, köszönöm. Rendben, Tom, ezen elbukott. 1:45 van. Letartóztatom ittas vezetés vádjával, megértette? A határérték 35. Ön 123-at fújt. Ez majdnem a négyszerese a határértéknek. És amíg Tom előveszi a bilincset, a férfi a telefonja után nyúl. Sajnálom, de nem telefonálhat. Kérem, hogy ne mozduljon. Le van tartóztatva, nem használhatja a telefonját. Miért? Őrizetbe vettem. Nem telefonálhat, maradjon ülve. Maradjon ülve, és tegye vissza a lábát. Tegye vissza, Tom, nem szállhat ki. Kérem, tegye vissza a lábát. Kérem. Nem. Kérem a cigit. Nem.
A férfi kezd ellenségessé válni. Figyeljenek! Kérem a karját! Kérem a karját! Nyugalom! Ne csináld! Mit csinálnak? Nyújtsd a kezed! Mit művelnek? Kérem a kezét! Mit csinál? Kérem a kezét! Le van tartóztatva! Adja már a kezét! Ok nélkül! Nem cigizhet! Nem cigizhet! Akkor kötözzön meg! Csinálja! Csak csinálja! Maga mocsok! Mit művel? Lefújja! Mit művel? Lefújja! Fújjon csak! Mit művel? Hagyjon békén! Mit művel? Kérem a kezét! Mit művel? Komolyan, mit művel? A férfi eldugja a kezét a háta mögé, ezért Tom a másik oldalról próbálja megragadni. Kérem a kezét! Most mit csinál? Megvan! Tom, kérem a bilincset. Eltöri a karomat, mit művel? Mit művel? Ne feszítse! Nem csinálok semmit! Nem feszítek! Mit művelnek? Beletérdett a fejembe ezt! Miért csinálta? Végül csak sikerül megbilincselni. Elbúcsúzhatok tőle? Nem. Ám a gyanúsított tovább akadékoskodik. Nem csináltam semmit! Azért is beviszem, mert ellenállt a letartóztatásnál. Nem álltam ellen! Persze, nem. Megpróbálja kirúgni az ajtót, mert felült. Bár megbilincselték, mégis megpróbál kijutni a kocsiból. Felállt. De nyisd ki! Nyisd ki! Mi csinál? Mi csinál? Maradjon ülve, és ne próbáljon előre mászni. Maguk hazudhatnak, csak én nem, mocskok! Mocsok, hazugok! Szálljon le rólam! Szálljon le rólam, hazug! Hazug! Szálljon le! Maga hazudhat, csak én nem! Szálljon vissza! Mi csinál? Három kolléga érkezik, hogy kiszedjék a sofőrt a hátsó ülésről, és a viselkedését látva nem kockáztathatnak. A lábát is rögzítjük. Mi csinálnak? Egy, kettő, három, emel! 12-en emelnek fel! Tegyük le a betonra. Maradjon ezen az oldalán, jó? Oldalra. Fordítsuk erre az oldalra. Így jó lesz. 12-en kellenek hozzám. Részeg mámorában elfelejtette, hogy miért kapták el. Kérdezek valamit, miért tartóztatnak le? Le van tartóztatva. De miért? Mert a megengedett határérték feletti alkoholszint elvezetett. Tudja mit? Akkor szondáztasson meg, szondáztasson meg! Most fújt 123-at a kocsiban. Ezért van letartóztatva. Nem, dehogy, nem csináltam semmi rosszat. Nem is vezettem, nem csináltam semmi rosszat. Sejtettem, hogy ez lesz ebből, sajnos. Elkezdett reklamálni, hogy nem telefonálhat és nem cigizhet. Aztán kitette a lábát. Megpróbált kijutni a kocsiból, pedig figyelmeztettem. Minél gyorsabban meg akartam őt bilincselni a kocsiban, de kevés volt a hely, ő pedig elkezdett ellenállni. Megpróbálta eldugni a kezét. Néha nincs könnyű dolgunk az ilyen eseteknél. Beviszik. Megérkezik a furgon, hogy bevigye a sofőrt az őrsre. A férfi lába rögzítve van, de a nadrágja nincs. Elsik a nadrágom! Megint meg kell szondáztatnunk. Ne mozogjon és felhúzom. Maradjon már nyugton. Nem tudok mozogni. Tessék. Remélhetőleg az őrsön jobban fog viselkedni. 123. Zaklattak engem. Ihatott néhány korsóval 2 órával ezelőtt. Az őrsön Tom néhány tanáccsal szolgál. Ha bemegyünk, akkor maradjon ilyen kedves és nyugodt, rendben. Leveszem a bilincset és előbilincselem meg. Meglátjuk, hogy viselkedik. Szépen nyugodtan. Nincs okuk megbilincselni. Forduljon meg. Úgy tűnik, a hangulat a drámai fordulatot vett. A világ legrosszabb striptease táncosa. Imádta. Forduljon a fal felé.
A férfit korábban már ítélték el ittas vezetésért, így nagyon figyelnek rá. Nem állítom, hogy megpróbál csalni a tesztet. De figyelmeztettem, ha észrevesszük, ha próbálkozik. A figyelmeztetés után... Kezdjük. 3 perce van az elsőre. Kezdődhet a teszt. Fújja. Folytassa, folytassa. Folytassa, folytassa, ne hagyja abba. Engedje. Még fújjam? Nem. Észreveszi, ha egy pillanatra is abba hagyja. Szóltam, nem? Nem verheti át. Hogy érti, hogy nem fújtam? Hallotta, hogy fújom, nem? Mondtam, hogy nem lehet átverni, szóval nincs értelme próbálkozni. Jöhet a második próbálkozás. Nagy levegő és fújja. Fújja, folytassa. Szerintem fújás közben kinyújtja a nyelvét. Ketyeg az óra. Próbálja újra, 1,5 perce van. Nagy levegő és fújja. Folytassa, folytassa, folytassa. Én sem hallottam, hogy fújja. Maga hallotta, nem? Kezdésnek igen, de abba hagyta. Nem hagytam abba, ezt hogy érti? Tom, nekem teljesen mindegy, mi lesz. Ez a maga élete. De fújtam, hát hallotta, hogy fújtam, nem mondhatja. Elkezdte fújni, de abba hagyta. Nem hagytam abba. De igen. Nem. Jó, próbáljuk meg újra, jó? Nagy levegő. Ne álljon meg. Fújja, folytassa, 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 ne hagyja abba. Hallottam, hogy a nyelvét beszívta a cső. Igen, így volt. Hallottam én is, hogy megáll. Minket nem tud átverni. De nem akarom. Hallottam, hogy megáll és hozzáért a nyelvem, de mit kéne csinálnom? Jobb, ha siet. Remek, most már lejárt. Kifutott az időből. Üljön le, amíg ezt most elintézzük. Mivel 3 perc alatt nem tudta megfújni, ez annak számít, mintha nem adott volna mintát. Van orvosi vagy más oka, amiért nem adott nekünk mintát? Próbáltam, nem az én hibám. A férfi az eszközt hibáztatja, mintha egy szerelőnél a szerszámok lennének a hibások. Megbilincseljük. Amikor elengedjük, vádat emelünk, mert nem adott mintát. De én akartam adni. A tagadás ellenére a bíróságon már beismerte, hogy nem adott mintát, és akadályozta az igazságszolgáltatást. 170 fontra és 150 óra közmunkára büntették, valamint 3 évre eltiltották a vezetéstől. Feleslegesen szórakozott. A kocsiban 123-at fújt, vagyis erősen ittas volt. De úgy számolt, hogy ezt valahogy mégis megúszhatja. Pedig van már ilyen módja. És most megint el fogja veszíteni a jogosítványát. Sajnos nem gondolkodott, mert túlságosan sokat ivott. Hamarosan véget ér az éjszakai műszak Edie Fickling és Sophie Hawkswell ruhamjárőröknek. Ám elszágult mellettük egy autó. Echo Alpha 60. Egy gyors forduló, és már mögötte is vannak. Az előbb száguldott, de most nagyot-nagyot fékezett. Ha jól látom, 3-an ülnek hátul. Nem tudni, a sofőr el akar-e menekülni, de végül szerencsére lehúzódik. Egy srácokkal teli kocsi hajnalban mindenképp megér egy lemeszelést. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Diákoknak néznek ki. Mi volt a neve? Lehet, hogy ittas vezetés. Egy OPL-t gyanítanak, vagyis hogy a sofőr ittasan vezetett. Üdvözlöm, hogy van? Jól. Az ön kocsia? Igen. Átülne a mi kocsinkba? Hogyne. Van rá biztosítása? Igen. Hogy hívják? Joshua. Joshua. Talán nem a nevem alatt van, de biztosított. Honnan jöttek? A belvárosból? Igen, a belvárosban voltunk. Minden rendben? Igen. A maga kocsia? Igen, az enyém. Nem az én nevemen van, de az enyém. Mi a neve? Joshua. Mikor dohányzott utoljára? Kb. 1/2 órája. 1/2 órája? És mikor ivott? Ma este nem ittam. Nem ivott ma este? Nem ivott ma este. Én meg nem vagyok kopasz. A hajproblémás Edie már 2 évtizede zsaru. És kilométerekről kiszagolja a piát és a hazugságot. Joshua a neve? Igen. Joshua? Azt mondja, nem ivott ma este? Nem ittam. Nem ivott ma este.
Remek, akkor megkérem, hogy fújja meg nekem az alkoholszondát. Semmi gond. Száguldozott felfelé. És sörszaga van. Még nem tudjuk, hogy a sofőr ivott-e, de az utasai biztosan. A városban voltak? Nem néznek ki jól, ittak? Igen. Jó estéjük volt. Most kiderül, hogy a sofőr is bulizott-e. Nagy levegő. Folytassa. Ez az, elég. Lássuk, hogy Joshua sörözötte, ha már sörszaga van. Edith a szaglása megint nem hagyja cserben. Barátocskám, ez kétszerese a határértéknek, ami 35. Ön 83-at fújt az előbb. Letartóztatom, mert pozitív mintát produkált az alkoholszondával. Nem volt teljesen igaz a sztori arról, hogy nem ivott, igaz? Nem volt választásom. Ha nem ivott volna, akkor nem adhatott volna nekem pozitív mintát. Korrekt. Ön egyértelműen ivott. A sofőr mehet a fogdába, de a barátai hiába vesztették el a sofőrüket, nem állnak tovább, inkább beszélgetnek. Ám van egy sürgető dolog. Pisilnem kell. Ez van, ha iszik. Mehetünk? Egy pillanat, ellenőrzem és mehetnek. Nem tudnának elvinni? Nem vagyunk ilyen jó fejek, sajnálom. Az sem zavarja őket, hogy a barátjukat beviszik. Hogy hívják? Azt nem kell tudnia. Hogy ne kéne? Én is bemutatkoztam, mondja meg a magáét is. Ott van a vállán. Járőr. Fickling. Jaj, ne már. Fickling. 3-5-4-3 Fickling. Pontosan. Tiszta fika, azért van ilyen neve. Van még egy hely a kocsiban, ha velünk akar jönni. Csak viccelek. Helyes. Mindig csak viccelek. Nagyon kell pisilnem. Menjen haza, ott intézze. Az utcán nem lehet, mert itt vannak. Viszlát, Mr. Pickling? Jaj, nem. Mások szeretnének aludni a környéken. A beszédes srácokat hátrahagyva, Edie és Sophie az őrsre mennek a sofőrrel. De az újabb teszt előtt Edie még megmotozza a srácot. Nyújtsa csak ki mindkét kezét. Nem hadifogoly vagy ilyesmi. A lényeg, hogy nem gyilkosságért vagyok bent. Minden rendben van. Persze, semmi gond. Nincs ellenem semmije. Érti, amit mondok? Ahogy az ivással kapcsolatban korábban, úgy most sem mond igazat a sofőr. Itt a pénze. Drogot árul? Edith talál egy kötek pénzt. Figyeld a kezét. És valami másra is rábukkan. Szintén letartóztatom kemény drog terjesztésének kísérletéért. Van még magánál más? Nem, semmi más. Nem, semmi más. Semmi más nincsen. Le kell vetkőztetnünk, hogy úgy motozzuk meg. Semmi gond. A gyanúsított nadrágjában sok készpénzt és két csomagot találtak, amikben vélhetően kokain van. Ezt rejtegette a nadrágja szárában. Több kisebb díler zacskó, amikben fehér por van. Elég nagy adag. Az újabb teszt is azt mutatja, hogy a határérték felett van. A legalacsonyabb 76, ami a 35-ös határérték felett van, igaz? És most jöhet egy intimebb motozás is a fogdában. A srác ismét kamúzni próbál. Találtam még egy kis drogot a nadrágjában. Megpróbálta odébb rakni az ujjaival. És mindez egy gyors hajtásért. Igen, jó kis megállítás volt. Abszolút. A nagy mennyiségű drogról később kiderült, hogy kanabisz, kokain és crack. Ez teli van crackkel. Elég sok zacskó van benne. 10-15 zacskó lehet. És elég nagyok a darabok. A sofőrt később elítélték ittas vezetésért. 20 hónapos eltiltást és 235 fontos büntetést kapott. A drogokkal kapcsolatban még mindig folyik a nyomozás. Erre egyáltalán nem számítottam, csak egy sima ittas vezetésre gondoltam. Az egészet annak köszönhette, ahogy vezetett. Most el lesz tiltva, vagyis nem autókázhat és terjeszthet drogot. Oda kell magára figyelnie. Nem lesz autója. Ez is pozitívum, nem?
Éjfél múlt, és Andy Howis járőr, valamint az újonc Andy Dawson egy pár kilométerre lévő üldözéshez siet, hogy segítsenek kollégáiknak. Nem állt meg! 110 km per óra! Bal, bal, bal! Balra! Gyerünk, baby! Figyelem, letért az útról! Nem állt meg egy jármű Tingliben, ami közel van a bázisunkhoz. Ott nőttem fel, és a közelben szolgáltam. A kommentár alapján Andy tudja, hová tartanak, és arra is van ötlete, hogy mi történhet. Bal, bal, bal! Valahol ki szeretne majd ugrani. Ki akar ugrani a járműből? Bármit is tervez a sofőr, a helikopter miatt nem sokra megy vele. Látjuk őt, átvegyük a közvetítést. Megkérlek rá! A menekülő autó nem tűnhet el. Bal, 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 a Frenchon Roadra. A Frenchon Road. A jármű a Blashlaw lénybe fordult, figyelem! A sofőr átmegy egy piroson. Most már fentről figyelik, így a járőrök lemaradhatnak, majd a helikopter követi. A sofőr viszont tovább veszélyezteti magát és a többi autóst, és átszágult egy kereszteződésen 110 km per órával. A jármű a Malahei Roadon van, figyelem! A két Andy a térképet tanulmányozza, hogy a sofőr elé kerülhessenek. Elé kerülünk és kirakunk egy tüskét, csak ki kell találnunk, hová tart. Az üldözés most már a városon kívül folytatódik. A jármű távolodik a Harvey-tól, mindjárt átmegy a Calder folyón. Az üldöző rendőrautók jócskán lemaradnak, és a helikopter tájékoztatja őket a menekülő helyzetéről. Úgy tűnik, a sofőr azt hiszi, megúszta. Jobb, 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 a Painter Plain-re. Lelassított, figyelem! A jármű lelassult, figyelem! A Cliff Road és a Painter Plain kereszteződésénél megállt a kocsi, a sofőr kiszállt belőle. Úgy tűnik, el akar futni. A Blackhorn Lane. A helikopter egyenesen a kocsihoz vezeti a kollégákat. Igen, igen, már két egység ott van, egy férfit elfogtak. Akit elfogtak, a sofőr oldalán szállt ki, megvan a sofőr. A sofőr megadta magát küzdelem nélkül. A csuklón! Még mindig nem tudni, hogy valójában miért menekült. Szálljon be ide! Nick Priestley rohamjárőr az egyik üldözőkocsiban ült. Mi voltunk a második támogató jármű. A helikopter közvetített, hogy merre jár. Ami remek, mert nem kellett a nyomában maradnunk. Figyeltük a helikoptert és vele terveztünk. Azt hihette, hogy már nem vagyunk mögötte, miközben a helikopter elvezetett hozzá. James érkezett elsőnek és elfogta a sofőrt. Ez volt a legbiztonságosabb módszer. Összességében jó eredmény, elégedettek vagyunk. A férfit veszélyes vezetéssel vádolták meg, és most az ítéletére vár. Ma este remekül együttműködtek a rohamjárőrök kollégáikkal a Nemzeti Légi Rendőrségtől. Mindent előkészítettünk. Fent volt a helikopter, és több helyen is tüskékkel várták a kollégák az autót. Tankönyvbe illő üldözés volt. Nagyon-nagyon szép munka. A hétvége lassan véget ér, de a két Ben, vagyis Barack Law és Pearson most kezdi az éjszakai műszakot. Vasárnap este van. Vasárnap este, vagyis hétfő hajnal. Reméljük, mozgalmas éjszaka lesz, remek eredményekkel. Egy óra múlva az egyik kollégájuk kért tőlük segítséget. Segítséget kértek tőlünk, mert Bradfordban üldöztek egy autót, ami aztán balesetet szenvedett a Queen's Roadon. Kisebb sérülések történtek. Az autó a baleset előtt menekült, és első ránézésre komolynak tűnik az eset. Ben P. elbeszélget a szintén rohamjárőr Dave Longgal, aki az összetört kocsi mögött haladt. Mi a helyzet? Nem állt meg.
Nagyjából 10 autó érkezett, és végül sikerült megállni a lámpánál, amikor vagy 160-nal jött. Tolatott egyet, és már is kilőtt. Rendben van a kocsi, csak nem akart megállni? Rendben van. Viszont biztosítással nem rendelkezik. A mentősök már ellátták a sofőrt, úgy tűnik nincs baja. És az utasnak? Egy kicsit megijedt? Jól van. A kocsi, egy vadonatúj Audi S3-as, teljesen tönkrement. De csodával határos módon a sofőr megúszta sérülés nélkül. Letartóztatták, mert nem állt meg, és biztosítás nélkül vezetett. És ha ez még nem lenne elég, a kocsi a sógoráé, akitől kérdezés nélkül hozta el. Ez már megszokott Bradfordban. Amint meglátják a rendőrautót és nem akarnak megállni, azonnal száguldozni kezdenek. Egyenes úton mindenki tud gyorsan menni, nem? Nyomják neki a gázt, és meglepődnek, ha jön egy kanyar, és egy 37 ezer fontos kocsi a korláton köt ki. Szerencsére nem sérült meg senki. A sofőrnek viszont még válaszolnia kell a kérdésre, hogy miért menekült. Big Ben bevallottan autómániás, aki motorkereskedésben dolgozott, mielőtt rendőr lett volna. Ez valakinek a büszkesége lehetett. Ha ez az enyém lenne, vagy Benny, hetente 6-szor mosnánk le. Ez a fickó meg Bradfordban száguldozik vele, és ilyen csúnyán tönkre teszi. Ezek után kinek kell majd ez a kocsi? Nem tisztelte sem a járművet, sem az utat. Valamint Dave-et sem. A kocsi, ami egy 40 ezer fontos vadonatúj Audi, mehet is a roncstelepre. Legalább csillog-villog. Csak le kell mosni. Egy kis wax, és kész. A viccet félretéve, rosszabbul is alakulhatott volna az eset. Nagyon nagy mászdia volt, hogy a korlátot találta el, mert ha a betonba vagy egy fába csapódik bele, akkor vége lett volna. Megkértük, hogy álljon félre. Erre tolatni kezdett. Elment mellettünk, és a Canal Road felé indult, és lerázott minket. Úgy sejtettük, hogy a Station Roadig jutott, és aztán megtaláltuk a korlátra csavarodva. Nagyon nagy mázli, hogy nem történt haláleset. Ismét egy példa arra, amikor fiatalok veszélyesen vezetnek egy nagy teljesítményű autót. Miután Dave végzett a sofőrrel, Baby Ben rákérdez nála, hogy hogyan kötött ki az autója a korláton. Át akartam jutni a zöldön, mielőtt pirossa vált, és ekkor láttam meg a kollégáit. Valahogy bekattantam, és megpróbáltam lerázni a járőröket. Nem tudom, miért csináltam, de mázli, hogy életben vagyok. Az biztos. Tudom, hogy már beszélt Dave-vel, szóval csak annyit mondok, legközelebb okosabban. Sejtem, hogy még egyszer nem fog ilyet csinálni. Biztos nem. Most sem kellett volna. Nem kellett volna. Hát igen. A 25 év alatti sofőrök a halálesettel járó balesetek 20%-áért felelősek, annak ellenére, hogy az autósok 7%-át teszik csak ki. Ám a fickót most jobban érdekli, hogy a kocsi a sógoráé. Már közölte vele? Elmondtam. Elmondtam, hogy történt valami. Azt nem mondtam, hogy milyen állapotban van a kocsi. Hogy totál káros? Ide jön? Hamarosan jön. Maga mázlista. Nagyon nagy mázlista. Persze a sógora nem lesz túl boldog, de mázlista. Mázli, hogy élve kiszállt belőle. Fel is gyulladhatott volna a kocsi. Mindenki ismeri a jó zsaru, rossz zsaru témát. Baby Ben kedves volt a sofőrrel, Big Ben viszont már nem annyira. Sajnos nekem keményebbnek kell lennem. Nagyon durva, amit tett. Meg is ölhetett volna valakit. Így nem vezethet, főleg, hogy tapasztalatlan. Szedje össze magát, mert ha megölt volna valakit, akkor hosszú időre börtönbe menne. Ez a kis dorgálás vélhetően semmi ahhoz képest, ami a sógorától vár rá, aki elkezdi kipakolni büszkeségét. Kezdi már felfogni? Igen, a sógorom egy kicsit morcos. Sejtem el végre, ez egy 40 rongyos autó. Elképesztő, egészen elképesztő. A kocsit elszállítják, rendben? Most nem örül, igaz? 6 hónapja vettem. Nehéz lehet feldolgozni. Amíg a lopóautó felbontatja a roncsot, a kétben folytatja útját, hogy biztonságosak maradjanak az utcák. A tulaj ki volt akadva.
Teljesen kiborult. Könnyes volt a szeme szegénynek, és nem hibáztatom érte. A következő hónapokban feszültek lesznek a családi vacsorák. A férfit bűnösnek találták jármű engedély nélküli elvételében, biztosítás nélküli vezetésben, és abban is, hogy nem állt meg a rendőröknek. 69 fontra büntették, 6 hónapig házi őrizetbe került, 200 óra közmunkát kell teljesítenie, és 2 évre eltiltották a vezetéstől. Csak meg kellett volna állnia. Ha megáll, akkor csak pár vétsége lett volna, és lefoglaltuk volna a kocsit. A rokona visszakapta volna holnap az autóját. 6 pontot kapott volna. 6-ot? Most meg más dolgokért is megbüntetik. Hashtag buta fiúcska. A biztosítási iroda adatai szerint Nagy-Britanniában 1 millió biztosítás nélküli autó van. Vagyis 38 autóból egy így közlekedik az utakon. A nyugat-yorkshire-i járőrök szinte óránként találkoznak biztosítás nélküli sofőrökkel. Sokan nem foglalkoznak a biztosítással. Ezzel semmibe veszik mások biztonságát, és nem törődnek a következményekkel. A biztosítási díjak az egekben vannak, ennek is köszönhetően. Ez nem korrekt az emberekkel szemben. A biztosítottak mindent jól csinálnak, egy kisebbség pedig semmibe veszi őket. Elindult. Nem áll meg. Pánikba esett. Nem tudja, mit csináljon. Nincs jogsia. Na lássuk. Péntek éjjel Ben Pearson és Warren Picard rohamjárőrök lemeszelnek egy fekete jeepet. Azt gyanítják, hogy a tanulóvezető nincs biztosítva. Tanuló matrica van rajta. Jelenleg 2 ember van a biztosításon. Mellé guruljak? Őt, hogy van? Jól, és ön? Remekül vagyunk, köszönjük. Ki a kocsi? Az enyém. Megállunk és beszélgessünk. Hátulna hozzánk? Azért állítottuk meg, mert 2 ember van a biztosításon. Az egyikük 30 éves, a másik pedig 1956-ban született. Úgy tűnik, a sofőr 18 éves lehet. Lehet, hogy mi a helyzet. Üdv, uram! Hello! Mi újság? Meg vagyok. Üljön be, fiatalember. Warren a családját, az Evertont és a McFlurryt imádja. Viszont a biztosítás nélküli vezetőket utálja. A férfi, akivel beszél, elmondja, hogy a fiát tanítja vezetni. De amíg a papa rajta van a biztosításon, a fiúcska nincs. Csak egy biztosítása van. Igen. Értem, és a sofőr nincs rajta. Nincs. Aki öntől tanul vezetni, nyilván öntől tanulja meg azt is, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell vezetni. Ön, uram, nem vette bele a biztosításba a fiát, de mégis megpróbálja őt vezetni, tanítani. Ez nagyon rossz példa, nem? Tudja, hogy most mi fog történni? Nem tudom. Most az fog történni, hogy a fia kapni fog 6 hibapontot. Méghozzá nem a saját hibájából, hanem az önéből azért, mert biztosítás nélkül vezetett. Pedig még le sem tette a vizsgát. Miközben Warren tovább oktatja az apát, a fia 17 éves, és maga mégsem rakta rá a biztosításra. Ben elbeszélget a biztosítás nélküli sofőrrel. Nincs biztosítás az autóján, az apja nem vette bele a biztosításba. Szóval én azt javasolnám, hogy állítsa le a motort, szálljon ki, és üljön át erre az oldalra. A srác 17 éves. Sajnálom őt. Igen, nagyon csalódott. A fia dühös magára. Én is az lennék. Nagyon sajnálom a fiát. Tényleg sajnálom őt, mert ő semmi rosszat nem tett. Ön viszont rossz döntéseket hozott. Nekem is van fiam. Sokkal fiatalabb az ön fiánál. De eszembe se jutna ilyesmit csinálni vele. Nem tenném ki sosem ilyesminek, aminek ma ön kitette őt. Apaként milyen példát mutat ezzel a fiának? Miután Warren alaposan leszitte az apát, megkérdezi a fiút, hogy mit gondol a helyzetről. Ezzel nagyon felhúzott. Üdv, fiam. Minden rendben? Nagyon sajnálom a dolgot. Tudta, hogy nincs biztosítva? Igen, hogyne. Szóval igen.
Vélhetően nem erre a válaszra számított. Megkérdezte az apját, hogy biztosítva van-e? Tudtam, hogy nem vagyok biztosítva. Tudta, hogy nincs biztosítva. Ugyanolyan rossz, mint az apja. Ez a családi ügy alaposan felhúzta Warrent. Tudod mit, fiam, elviszlek vezetni, de a biztosítással ne foglalkozz. Kocsikázunk és reménykedünk, hogy nem állítanak meg. Ezzel felidegesítettek. Nem könnyű felhúzni, de néhány ember annyira nem törődöm tud lenni. Az apuka biztos nem fog örülni, ha megbüntetik. A fia pedig kap 6 pontot. Rendben van, uram. Feljelentem vétség elősegítéséért. Engedte, hogy használják a járművét, miközben tudta, hogy ezzel vétséget követnek el. Buta hiba, nem? Nem akarom megint kioktatni. Elmondtam, amit akartam, és meghallgatott. Ezt értékelem. Ne történjen többet ilyen. Tudjuk, hogy a biztosítás fontos dolog. Rendben van. Köszönöm. Jól van, vigyázzanak magukra. Viszlát. Az apát feljelentették, mert engedte, hogy biztosítás nélkül vezesse más a kocsiját. A fiát pedig biztosítás nélküli vezetésért jelentették fel. Mindketten várják az idézést. A srác összetört, látszott, hogy kiakadt. Igen, tudja, hogy nincs biztosítása. A fiú? Igen, csak azért volt ideges, mert megállítottuk. Hihetetlen. Hihetetlen, nem? Ez vicc. Na, induljunk. A hívó szerint a férfi drog vagy alkohol befolyása alatt áll. Szerda délután van, és Chris Penner Spencer járőr és az újonc Haley French egy állítólagos ittas vezetőt keres. Bejelentés érkezett, hogy valaki látott egy lerobbant ittas vezetőt a kocsiában ülve. És a közelünkben van. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Csúcsidőben egy ittas vezető potenciális balesetveszély. Spennernek gyorsan meg kell találnia. Szerencsére egy másik sofőr leinti őt. Egy golfot keresnek? Menjenek a kereszteződésnél jobbra, majd megint jobbra. Köszönjük. Ő lehetett a segítőkész hívó. Lássuk, hogy igaza volt-e. Úgy tűnik, a golf megint mozgásban van. Ott van pár autóval előttünk, már látom. Ez jó hír Spennernek. Hogyha részeg, akkor egyszerű az eset, mert most látjuk vezetni. Bingo! Remélem, hogy nem akar oda bevenni. Beszélsz vele, Haley? A golf megáll, Haley pedig elindul a sofőrért. Üdvözlöm, átülne az autónkba? Úgy tűnik, meg akar lógni. Átülne az autókba? Spanner nem akar kockáztatni. Ne kezdje! Mi baja van? Úgy tűnt, mintha el akarna futni a kollégám elől. Miután megbilincselték, beültetnék a hátsó ülésre, de még mindig nem együttműködő. Kérem, üljön be! Tegye be a lábát! És mi lesz a nagy ujjammal? Mi? Azzal ne foglalkozzon, tegye be a lábát! Tegye be a lábát! Tegye be, segítsek, vagy menni fog egyedül is? Menni fog egyedül. Tegye be! Figyelmeztetem, hogy jogában áll hallgatni. Minden, amit mond, felhasználható maga ellen a bíróságon bizonyítékként. Most jöhet az alkoholszonda. Ívott ma bármit? Ívott ma alkoholt? Igen? Mit ívott? Sört. Sört? Mennyit? Eleget. Eleget. Arra kérjük, hogy fújja meg nekünk a mobil alkoholszondát. Hajlandó rá? Nem. Tessék? 3 perce ittam egy sört. Hajlandó megfújni nekünk az alkoholszondát? 3 perccel ezelőtt ittam. Kérdeztem. Ez illegális. Én kérdezek, ne teszteljen engem. Vállalja a tesztet? Megfújja a szondát? Leveszik rólam a bilincset. Nem fogom levenni a bilincset. Az majd csak később jön. Magán múlik, nem kötelezhetjük erre. Nem? Nem hajlandó megfújni a szondát, ezért beviszik. Letartóztatjuk ittas vezetés vádjával. Már elmondtam a jogait. Emellett azért is bevisszük, mert nem fújta meg a szondát. A fickó totál részeg, és nem hajlandó megfújni a szondát. Látszik rajta, egy józan ember észreveszi, ha valaki részeg. Bűzlik a piától, alig tud beszélni, és vezet, ami elég félelmetes.
A kocsinak pedig nincsenek papírjai, így azt elkobozzuk. Szerencsére senki sem sérült meg. És most ez a legfontosabb. Habár az úton nem adott mintát, az őrsön még egyszer esélye nyílik erre. Hosszú volt az éjszaka? Durván néz ki. Három napja. Három napja? Három napja iszom. A háromnapos piálás miatt nem működik együtt. A vétség ideje óta fogyasztott a következő dolgok közül bármit, és mi volt az? No comment. Alkoholt vagy más italt? No comment. Evett bármit? No comment. Szívott valamit? No comment. Használt olyasmit, amit nem említettem? No comment. Használt szájsprét? No comment. Nem kommentál semmit, és nem fújja meg a szondát. Hajlandó megfújni az alkoholszondát és két mintát adni? Nem. Nem. Van egészségügyi vagy bármilyen más oka annak, hogy nem ad két mintát nekünk? Nincs. Nincs? Mehetünk. Ezt lekapcsolom. A férfi a fogdába kerül, nem először. Lefuttatták az adatait, és kiderült, hogy többször is behozták már ittas vezetésért. Kér vizet vagy bármi mást? Most átvisszük a fickót a fogdába. Nem hajlandó mintát adni nekünk. Többször is csinálta már ezt sajnos. Hétszer volt eltiltva, ami legalább hét vádemelés. Jobb helyen van a fogdában. Bekerült az utcáról, csak azt tudom elképzelni, hogy most már a börtönbe megy. Többször járt már emiatt börtönben. Most mehet egyenesen vissza. A férfit elítélték, mert nem adott mintát, eltiltás alatt vezetett, és nem volt biztosítása. 5,5 évre eltiltották a vezetéstől, 115 fontot kellett fizetnie, és 24 hétre börtönbe került. Ijesztő, hogy ennyire részeg egy sofőr. Azt se tudta, hol van, felállni sem bírt. A kezében egy gyilkos eszköz volt, a kocsi. Ha valaki lelépett volna elé, kizárt, hogy meg tudott volna állni. Szerencse, hogy begyűjtöttük, így egy kicsit biztonságosabbak lettek az utak.